Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Huber Anikó vagyok, szupervájzori szinten vagyok a Forever üzletben. A jelenlegi helyszínünk az Andocsi sportcsarnok, ugyanis ide járok én sportolni rendszeresen. Ezt a sportot nem én ismertem meg, de erről majd fogok beszélni. Igen. Akkor meséld el nekünk, hogy mióta sportolsz, gyerekkorodtól, voltak kihagyások, vagy egész életedben, és azt tudom, hogy már később ismerkedtél meg ezzel a pickleball-al, de hogy jutottunk el ide? Igen, tehát gyerekkoromban a tornaórákon kívül semmi más nem sportoltam. Abban az időben még nem is volt divat, de nem is volt olyan nagy szükség, mert amikor végeztünk a sulival, illetve estig, kint játszottunk, rongáltunk a gyerekekkel az utcán, tehát minket nem is kellett arra ösztönözni, hogy mozogjunk vagy sportoljunk valamit, mert ez úgy ösztönösen bennünk volt. A futkosás, a bicajozás, a tollaslabdázás, és nagyon-nagyon sokat voltunk kint a szabad levegőn, és sokat mozogtunk. Tehát így kifejezetten sportra úgy külön sportra nem volt szükség. A rendszeres sport az viszont később jött az életemben körülbelül úgy 27 éves korom körül, amikor az előző lakóhelyemben Lábodon a tornateremben összeverbúválódott egy kis csapat, ahol kosárlabdázni szoktunk. Hát nem vagyok egy kosaras alkat, de ez engem abszolút nem zavar, és imádtam játszani. És akkor kezdtük el ezt a sportot, ez évekig ment. Aztán, amikor a kisfiam megszületett, akkor volt egy időszak, amikor kiszünetet tartottam, de aztán utána ismét folytattam tovább. Nagyon-nagyon sok sportot kipróbáltam. Szerencsére a közelünkben lévő városban volt rá bőven lehetőség. Nekem az volt a lényeg, hogy ne egyedül kelljen csinálni. A futást azt mondjuk nem egyetlen szerettem, tehát ez egy ilyen magányos sport. Lényeg az, hogy ilyenben vagy labda, vagy zene. Nagyon szerettem zumbázni, ugye az a zene az alapja. Nagyon sokáig jártam pilatesre, spinningre, nem is tudom, még többfélét is üztem, és volt olyan, hogy nem is egyet, hanem kétfélét is, úgy hetente háromszor is eljártam, ugyanis ülőmunkát végeztem, és nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy közben mozogjak. Úgyhogy hazautaztam Nagyatádról Lábodra, átöltözés, vissza Nagyatádra, tehát a heti három sport ez megvolt, és az annyira beépült az életembe, hogy el se tudtam képzelni nélkül az életemet, és ez hosszú-hosszú évek át így ment. És akkor megtaláltad ezt a bizonyos pickleball nevű játékot? Igen, hát ennek az a története, hogy mi elköltöztünk a Lábodról Balatonboglárra, és ott is kerestem a lehetőséget, hogy mit lehet sportolni, mert ugye anélkül nem tudom elképzelni minden napjaimat, hogy ne legyen sport az életemben, és egy helyi Facebook csoportban találtam rá egy olyan hölgyre, aki megismertette velem ezt a játékot, és én erre kíváncsi lettem, hogy mi ez tulajdonképpen, és akkor ő mutatta meg, hogy itt Andocson van rá lehetőség, nem olyan közel hozzánk, 34 kilométerre, de azért eljöttünk, mert kíváncsi voltam rá, és hát ami itt fogadott, az azt mondtam, hogy ez egyszer szerelem volt első látásra, mert tényleg egy szakedző segítségével, csapattársak segítségével igyekeztem elsajátítani ezt a sportot, mert ez nekem nagyon-nagyon megtetszett. Mi ez? Mondd meg a nevét, mi ez? Hogy kell játszani? Mik a szabályai? Ezt úgy hívják, hogy pickleball. Ezért én sem hallottam róla soha, már csak ezért is kíváncsi voltam rá, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy megismerjek valami újat is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy mondattal akarom megfogalmazni, hogy játék mindenkinek. Ez a 7 éves kortól a 77 éves korig, tehát bárki megtalálja benne az örömét és a boldogságát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy tollaslabda méretű pályán játsszák, a tenisz és az asztali tenisz keveréke a tenisz hálónál egy kicsit alacsonyabb hálónál játsszák. Egy ilyen formájú ütővel és egy ilyen lyukacsos labdával. Vannak ennek is szabályai, amit ugye érdemes elsajátítani, mert úgy van értelme az egésznek, és úgy van neki savogósra. És én ezt nagyon szeretem. És aki kedvet kap, az és az ország másik felén lakik, vagy bárhol, szerinted hol talál lehetőséget erre? Az a jó ebben, hogy most Magyarországon ez a legdinamikusabban fejlődő sportág, és most már az ország nagyon sok területen megtalálható. Budapesten biztosan, Sopronban, Bolyban, Andocson, 21
őszén kezdtünk ide járni, és már a következő év nyarán elindultunk egy versenyen, ugyanis open kategóriában is lehetett indulni, ez azt jelenti, hogy aki még nincs sehova leigazolva, egy ilyen kezdő tulajdonképpen. És a barátnőmmel beneveztünk egy ilyen kezdő open kategóriára, és ott a harmadik helyezést értük el. Tehát nagyon boldogok voltunk, és egy nagy lendületet adott azért, hogy ahhoz, hogy ugye a továbbiakban is ezt a játékot játsszuk. De nem is csak a versenyért, én elsősorban azért járok ide, mert nagyon szeretem ezt a játékot csinálni, és kikapcsol, és olyan örömöt és boldogságot ad, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát nagyon ajánlom ezt mindenkinek, hogy próbálja ki életkortól, nemtől, mindentől függetlenül. Én remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy ezt a sportot egy kicsit népszerűsítsem, és örülnék annak, ha minél többen kipróbálnátok, és ezt a játékot elsajátítanátok, mert higgyetek el, hogy nagyon érdemes, mert hogy fölmész a pályára, lehet, hogy egy kicsit nehéz elindulni, de amikor onnét lejössz, kipirult arccal, és dobogó szívvel, és azt érzed, hogy igen, de jó, hogy megcsináltam, és jó, hogy itt voltam. Sok szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a remek sportot.